A Nyíregyházi Állatpark talán legnagyobb varázsa, hogy egy tölgyerdőben, természetközeli kifutókban mutatja be földünk állatvilágát. A különleges programok mellett, mint a fókasó vagy a papagáj bemutató, a legnagyobb érdeklődést a Maki erdő övezi, ahol a bátrabb vendégek félmajmok között sétálhatnak. A tarzanösvényének Maki erdeje mellett, ahol a Madagaszkár című animációs filmből ismert gyűrűs farkú makikat lehet testközelből megfigyelni, idén felújították és átalakították a régebbi majomerdőt is. Így a főemlős rajongók egy másik fajjal is megismerkedhetnek, a barna bundájú majott makikkal. A felújított Maki erdőben sárga szakállas, vagy más néven majott maki között sétálhatnak az érdeklődők. A majott maki elnevezés arra utal, hogy egy olyan maki fajról van szó, aki nem Madagaszkáron őshonos, hanem attól egy 100 kilométeren lévő szigeten, Majott szigetén. Sárga szakállas maki egyébként az országban csak itt látható, ráadásul egy tenyészpár keretében, ahol egy egyéves utód is látható a tenyészcsapat között. A sárga szakállas makik igazi légtornászok, ügyesen mozognak a fák ágain, nem ijednek meg attól, hogy hatalmas ugrásokkal közlekedjenek egyik fáról a másikra. Főként gyümölcsökkel táplálkoznak, de alkalmanként virágokat, nektárt, leveleket vagy magvakat is fogyasztanak. A felújított erdő különlegessége, hogy az állatok hatalmas szárazföldi hüllőkkel, sarkantyús teknősökkel élnek közös kifutóban, és az erdőből átláthatunk a világ legnagyobb szárazföldi emlőseire is, az afrikai elefántokra.